Az első zsidó törvényről beszélni és erről a korról azért nyomasztó, mert tulajdonképpen itt nem másról van szó, mint a vég kezdetéről. Egyébként akkor nem gondolta senki se, hogy miféle vég következik, hogy újabb világháború és milliók pusztulása, de volt valami a levegőbe arra nézve, hogy Adolf Hitler és a hitleri Németország olyan nyomasztó fölénybe kerül Európában, ami ki fog hatni a magyar királyságra is. Hát amikor ezek az európai mozgások végbe mentek, akkor persze itt Magyarországon is, elsősorban sajnos éppen a szélső jobb oldalon, elindult egy olyan bírálat Horthy kormányzó felé, irányába, hogy a kormány politikája ez rossz irányba megy, szájtomen, mert kérem szépen Európa fegyverkezik. Magyarországon ennek nem látták a nyomát se, hanem inkább azt látták, hogy a hadsereg gyenge, ennek hangot is adtak, főleg a tisztikar, meg a vezérkar. Arról van szó, hogy itt egy komoly modernizációra lenne szükség, és ezt a fegyverkezést, az volt a tisztikar véleménye, a kormányzó és köre elhanyagolja, és hogyha elhanyagolja ezt a mozgást, vagy ezt az irányt, akkor kell beszélni arról is, hogy milyenek a belső állapotok. És a belső állapotoknál pedig fölmerült az, hogy a zsidó kérdés megoldatlan. És ez a kifejezés ebben az időben kap egyre nagyobb teret, hogy kérem én, hogy itt lépni kell, és ha a zsidó kérdés megoldatlan marad, akkor kérem szépen nem tudjuk követni a harmadik birodalomnak a mintáját, azt az utat, amit Adolf Hitler, Göring és mások visznek. Elsősorban itt két tábornoknak a nevét említem meg, Rácz Jenőjét és Ruszka Jenő nevét, akik egyre inkább, és főleg ebben a tisztikarban szerveződve arról beszéltek, hogy fegyverkezni kell, és a zsidó kérdést meg kell oldani. Most akarattal nem fogok beszélni arról, hogy más körökben is, politikai körökben, meg sajtóban és így tovább milyen hangok jelentkeztek, mert ez most a témánk szempontjából másodlagos. Viszont az érdekes, hogy Horthytól követelik, és itt kell újra visszatérnem a sajtóra, követelni kell, hogy a keresztény gazdálkodását támogatni kell, mert hogy az első világháború óta a zsidóság túlsúlyba került, a zsidó befolyás növekedett a legtöbb szférában, és ekközben mondjuk a városban, városi méretekben leginkább a sajtóról volt szó, a színházi életről volt szó, a filmgyártásról, és hát más kulturális tevékenységekről is, például mondjuk a könyvkiadásról és így tovább. Tehát, hogy itt változtatni kell, és ezeket a kulturális tevékenységeknél vissza kell szorítani a zsidóságot. De hát ide tartozott persze, elsősorban a jobboldal, szélső jobboldali köröknek a nyomására, hogy a baloldali elemeknek is, a baloldalnak a tevékenységét kíméletlenül üldözni kell, és itt állandóan hivatkoztak Kurmélára, hivatkoztak a Tanácsköztársaságra, és sok minden olyasmire, amin már persze ugyan túl voltunk, de hát még nem látjuk azokat a vezér alakokat igazán, akik ezt a fordulatot végigvinnék, és tulajdonképpen itt jön aztán előtérbe Imrédi Bélának a személye. Imrédi Béla, mint a Magyar Nemzeti Banknak az elnöke, egy ilyen liberális, konzervatív elnöknek tűnt ebben az időben. De őróla, ha röviden is, de el kell mondani, hogy nagyon hiú ember volt, becsvágyó ember volt, és neki bizony nagyon jó jött az, hogy
egy nyomást gyakoroltak rá, és egy olyan párfordulást lehet az ő személyénél is megfigyelni, úgyhogy tulajdonképpen itt már bontakozik ki az a vonal, aminek a tagjai voltak a Darányi miniszterelnök, aztán a Rácz Jelin, ahogy említettem, és az Imrédi, és egy közös törvénytervezetet is kidolgoznak ők, és a közös törvénytervezetnek persze az a maga, hogy miképpen lehetne a zsidóságot úgymond kordába tartani, de hát itt elsősorban és a nagy Németországra is tekintve a fegyverkezési program kerül az előtérbe, tehát hogy újra kell felfegyverezni a magyar honvédséget, és ez szinte történelmi pillanat volt 1938. március 5-e, amikor is Darányi miniszterelnök úr előadást tartott Győrött, és ez az úgynevezett győri beszéd, ez a mai napig így tanítják a történelem könyvekbe is, egy történelmi jelentőségű politikai súlyú megnyilatkozás volt, amiben ebben a győri beszédben már megjelenik hangsúlyosan a zsidó kérdés rendezése, ilyen finoman megfogalmazva a zsidó kérdésnek a rendezése, de aztán, hogy mit értünk ez alatt, az is megjelenik már, hogy a zsidók szerepét úgymond korlátozni kell, még nem látjuk részletesen, hogy hol, mibe, de tulajdonképpen megjelölte azt Darányi miniszterelnök, hogy a gazdasági életben, a kulturális életben kell itt változásokat végigvinni, igen ám, de ez egy minta is kell. Mert ez még belülről úgy nem termelődött ki, hogy mégis miképpen. Hát ott volt a nagy Németország, ahol már a zsidókat nagyrészt elzavarták ki, űzték, és azt mondták, itt már itt a, megnézzünk a egykorú sajtótermékeket, azt mondják, hogy történelmi jelentőségű győzelmet arattak a zsidóság felett, azzal, hogy hát kiűzték őket. Ide tartozik, hogy megemlítsem, hogy itt a kedves szomszédunk Ausztria is, aztán majd ebbe a dologba, amikor az Anschluss végbe ment, kérem szépen ebben részt vettek, és Magyarországra zavarták át azokat a hitközségeket, komplett hitközségeket, amivel úgymond kihűrítik Ausztriát, mert Ausztriában is nagyon erős volt úgymond a zsidó befolyás, különösen Bécsbe, és hát amit ők ott rendeztek, azokat a kiüzetési eljárásokat és azokat a pogromokat, az azt hiszem mai napig szégyellik Ausztriában, ami akkor ezekben a napokban történt. Viszont ezeket a jelenségeket, amikor itt megjelentek ezek a komplett hitközségek, de beszélhetnék arról is, hogy például a Dunára, az Zátonyokra űzték ezeket a komplett hitközségeket, és ott voltak a kavics zátonyokon, ott voltak a gyerekek, családok, stb. Öregeket teljes ellátás nélkül. Európai botrány volt ez, de ez nem zavarta különösebben ugye itten senkit, hogy hát valamit majd kezdenek vele. Megoldásként elmondom, hogy francia hajókat küldtek, aztán Dunán meg uszályokat, és avval szállították el ezeket a szerencsétleneket. Úgyhogy ez az Anschluss, ez a fordulat Ausztriában, ez, mivel napokon belül végbe ment, nagyon is jó jött itt a szélső jobboldalnak, mert itt volt a példa, itt voltak azok a dolgok, hogy hát kérem szépen tessék megnézni ezt a népséget, aki ide átmenekült, de hát még fontosabb volt, hogy egy nagy szövetségesünk Németország, a hitleri Németország most közvetlen szomszédunk lett. Létrejött a magyar-német államhatár, és ez a közvetlen szomszédság mindegy lökést adott a zsidóknak az üldöztetéséhez, és hát arra is, hogy minta volt az, amit a
az SA, az SD, a Gestapo elkövetett. Magyarul mondva, megvan a megoldás, és ez brutális volt ez a megoldás, hogy azért is, ami majd aztán bekövetkezik itt a 40-es években, meg 44-ben, bizony ez olyan, ennek az előkészítéséről beszélhetünk, és ha megnézzük az egykorú és a mai szakirodalmat, használják benne, hogy a zsidóknak a kiüzetése, a zsidók megbélyegzése, ez szinte egy nemzeti őrület volt ebbe az időbe. Másról nem is tudtak írni, csak arról, hogy mit csinálnak a zsidók, és mit csináltak a magyarokkal. Kérem szépen, ha meg megnéznénk, hogy Magyarországnak milyen problémái voltak, milyen gazdasági problémák voltak, hogy állt az egész agrárium, hogy állt a parasság, és így tovább, ez most nem volt téma. Egyetlen téma volt, hogy üsd, vágd a zsidót, ahogy tudod, de hát azért mégiscsak azt mondták, hogy valahogy azért kulturáltabb formában kell ezt megoldani, és hát az uralkodó nagybirtokos osztályt is azért meglepte, és ezeket a nagybirtokos köröket, az egész arisztokrácia, hát azért itt voltak ezek is mind a nagybirtokosok, körében voltak, elfogadták ezt a zsidóüldözést és a zsidók megbélyegzését, de azért is, mert elterelte a figyelmet a földkérdésről. Hogy itt vannak a nagybirtokok, és itt vannak a cserédek, és itt vannak a szegények, és itt van az a nyomor, ami a parasságnak a nyomora, amit hát a népírók is nagyon komolyan megírtak és érzékeltettek, de hát akkor is nem volt másképpen, mint hogy a lapok, a rádió műsorok ontották a statisztikákat. Ha megint elővennénk ezeket a lapokat, akkor azt lehet látni, hogy itt annyi zsidó van, ott annyi zsidó van, amott annyi zsidó van, és hát ezek a számok vagy igazak voltak, vagy nem voltak igazak, de hát a tömeg nyelte, ezt vette, és tulajdonképpen nem volt már a pesti presszokban és cukrászdában, meg máshol más téma, mint az, hogy a zsidók, a zsidók, a zsidók. És hát kérem szépen, ide tartozik, hogy a felső nyomás is érvényesül, mert Darányi akkor már azzal küszködik, hogy ilyen jelszavak jelennek meg itt a pesti utcákon, hogy nem kell nekünk Darányi, mert Szálasi meg tudja csinálni. Mit sugalt ezzel, hogy majd jön a szélső jobb oldal, jönnek a nyilasok, majd azok megcsinálják. Mert ez az egész megoldás itt, ez film, hogy törvényjavaslatokat készítünk elő, és így tovább, nem volt elég. Ennél több kellett. Úgyhogy aztán ezért történt meg a kormánynak az átalakítása, és a Bethlenhez hű miniszterek, hát ugye azért jóval szolidabb volt a Bethlen istenféle irányítás, kérem szépen ehelyett jöttek a német barátok, és bekerülnek a kormányba, és az államtitkári körbe azok a német barátok, akik aztán majd később még tovább előlépnek, és komoly szerepet játszanak Magyarország leromlásában. Hát itt kellene beszélni még arról is, hogy igen, valamilyen törvény kell, törvényes megoldás kell. Hát végül is hát itt Magyarországon nem lehet csak úgy, mint ahogy brutálisan a németek csinálták. Hát gróf Teleki Pál vállalta azt a szerepet, hogy elkészíti az új törvénynek az indoklását. Magyarul mondva, ez még nagyon szépen be van csomagolva, hogy kérem, a zsidóság túltengése nem kívánatos. Ugye szépen hangzik, ez egészen más, mint az, ami a szomszédban történt, hogy üsd, vágd a zsidót, de hát ez a nyomás olyan erős volt, hogy a zsidó vezetők, ugye Stern, Samu és Köre is próbált ezt sérelmezni. De hát ezek olyan formában folyt, hogy hát mint urak beszélgetnek egymással, hogy hát azért ezt mégse kellene csinálni velünk. És az indoklás az volt a Sternéktől, hogy hát kérem szépen, mi itt vagyunk már szintén évszázadok óta, mi részt vettünk a magyar ipar
a magyar gazdaságnak a megteremtésébe, és kérem szépen, azt lehet mondani, hogy a zsidóság itt békében és háborúban szolgálta a haza javát, tehát nem érdemli meg azt a magatartást, vagy azt a bánásmódot, még egyelőre finomabban fogalmaztak, amit a sajtó például sugalmaz. Hát hozzátenném, hogy ilyenkor is van, az értelmiségnek is van egy komoly felelőssége. Sajnos kevesen voltak, akik ezt a támadást valahogy próbálták visszanyomni, de azért megemlítem Bartóknak a nev, Bartók Béla nevét, vagy Kodály Zoltánnak a nevét, vagy Móri Zsigmondé, vagy Szakasi Csárpád is tiltakozott a tervek ellen, de volt itt egy nagyobb súly. És hát ez a nagyobb súly az a keresztény egyházaknak a magatartása. Pontosabban nem is az egyházaké, hanem az egyházi vezetőknek a magatartása. És bizony a keresztény egyházi vezetők a törvény javaslat mellé álltak, már a javaslatot is jól fogadták, és hát ekint a zsidóság már eleve vesztésre volt ítélve, mert nem volt az a védelmi blokk, amelyik mellette állt volna, sőt azt kell mondani, hogy a főrendi ház, ahol mégiscsak a magyar arisztokráciának a java helyet foglalt, a főrendi házban is sajnos ilyen hangok voltak, néhányan azért bátran ellene voltak ennek a törvényjavaslatnak, és a vitába is kifejtették a véleményeket, de már elhangzottak olyan kifejezések, hogy ezek hazárulók. Hát ha a magyar érdek az, hogy ki kell a zsidókat szorítani, akkor egy főre nem mondjon olyat, hogy hát azért ez sok, azért ez nem szabadna, és így tovább. Úgyhogy a dolog ez bátorságot kívánt volna, de megint csak vissza kell térnem arra, hogy a Rafai Sándor, ugye püspök, hogy állt hozzá az evangélikus püspök, a Ravasz László, a református püspök, sőt meg kell említenem Serédi Justinianit is, vagy éppen a Gladfelder Gyulát, akik ugye azt mondták, hogy hát azért ez a dolog, ezt azért támogatni kéne, mert azért ebben van valami. Azért vannak olyan bűnei a zsidóságnak, ami mellett nem lehet elmenni, és tulajdonképpen mit készítette az elő, ez volt az első mondatom itt a kis rövid előadásomban, azt készítette elő, hogy majd jön a gettó, jön a deportálás, jön a teljes kisztaszítás és megsebbisítés, mert már megszülettek azok az indokok lépésről lépésre, amit elő lehetett adni, amit szépen sorolni lehetett, és kérem szépen ebből lettek aztán azok a programok, ami, és az a törvény, ugye, ami az 1938. évi 15. törvénycikk, ami aztán a magyar alkotmányossághoz képest, amin ugye mindig szívesen hivatkozunk rá, mi magyarok az alkotmányossághoz, meg az ezer évhez, egy rendes kanyart írt le, tehát megtagadta már azt, mindazt, vagy sok mindent abból, amit ezer év alatt fölhalmoztunk, és mi történt ebben, hogy a vallásuk alapján tett különbséget ez a 15. törvénycikk a magyar állampolgárok között, és hát aztán itt hosszan lehetne sorolni, hogy mi mindent írt elő, de hát azt mondhatjuk, hogy a zsidóságnak a részarányát 20%-ra, és ez még egy magas ahhoz képest, ami a, majd a következőkben folyik. Tehát a szabad foglalkozású pályákon, mert ott nagyon sokan voltak, mert hova mehetett, csak a legtöbben a szabad foglalkozású pályákat foglalta el. Erre hivatkoztak természetesen a főrendek és a püspökök is, hogy hát mennyi kivétel van. Hát voltak kivételek, de ha azt nézzük, hogy létrehozzák a kamarákat, és a kamarákban csak 20% lehet, és aztán ezt majd tovább csökkenti a következő években, és ami a legfontosabb, az az, hogy jött a második zsidó törvény. Sokan már előre látták a nagyok Magyarországon is, hogy ez nem fog megállni. És bizony igazuk volt nekik,
hogy jött a második zsidó törvény, ez még csak megalapozás volt. Vannak olyan vélemények is, hogy a numerus clausus volt az első zsidó törvény, de most ebben a vitában nem kívántam belemenni. Sajnos megtörtént, és 1943-ra aztán már ez teljesen lezárul, aztán 44-ben meg már sokat nem adtak a törvényekre, hanem egyet fogalmaztak meg nagyon jól a sajtóban, hogy leszámolunk, leszámoltak velük. Köszönöm a figyelmet!